Szervusztok, kedves nézőim! Köszöntök minden kedves Battlefield.hu TV néző cimborát! Igen, mint látjátok, a Battlefield Bad Company 2-es Harvest Day nevű map látható itt a képernyőn. Egy ilyen 450 tickettes mérkőzésnek lehettek szemtanúi Harvest Day nevű mapon. Igen, hát mivel baromi nagy pangás van manapság, és a Battlefield Bad Company 2-ből mindez idáig még nem csináltam túravezetést, így kihasználva az uborka szezont, meg az gyakorlatilag a pangást, így úgy döntöttem, hogy egyrészt nem is borzolom az idegeimet a BF4-jel, meg hát a Bad Company 2-t ezt egy fokkal jobban szerettem, úgyhogy kicsit visszakanyarodtam ide, meg hát még nem ismertem ebből túravezetéseket, úgyhogy íme, itt látható, szétrobbantottunk egy tankot. Jó, mondjuk nem én voltam az, aki szétrobbantotta, de most úgy döntöttem, hogy itt megmutatom, hogyan lehet csapat munkával összedolgozva elsőnek lenni, mert hogy hát itt ilyen is szokott előfordulni, baromi ritka, de azért fellelhető, a lehetőség az megvan rá, hogy esetleg, hogyha jól összedolgozunk valakivel, akkor netán-tán valami jó dolog is kisül az egészből. És mint látható, itt 104 méterre előttünk a C-kontroll pontot befoglalta az ellenség, és mi hamarosan meg fogjuk azt rohanni, de hát az A-pontot is elkezdték húzni. Abból lehet látni, hogy elkezdett villogni az A-pontnál a zászló, és hát lőnek is minket egy enemy tankvet célba a saját tankunkat. Én meg hát egy jó szorgalmas kis mérnökként elkezdtem javítani, és jól látható, igen, itt egy ilyen pneumatikus csavarpulcssal javítjuk a tankot. Valami olyasmi. Na, de mindegy is. Hát az A még mindig villog, viszont mi még mindig itt dekkolunk az A és a C között. Próbálom visszajavítani a tankot 100%-ra. Mondjuk a Bad Company 2-ben sokkal gyorsabban lehet járművet javítani, mondjuk így szerintem így nagyobb is az igény rá. És mint látható, megszereztem az első áldozatomat, hát nem volt egyszerű, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Itt egy kicsit nehezebb a célzás. Vagy én vagyok túl béna, nem tudom, azért, na, megvan a második, ah, megvan a harmadik, ahaj, adja a gép, adja, ahaj. Azt hiszem, megvan a negyedik és ötödik is, jó van, gec, kurva jó. Na, hölgyeim és uraim, mint látható, sikerült benyomulnunk ide a C-pont területére, kezdtük húzni a zászlót, ami ebben a pillanatban be is szürkült, és emelkedik fölfele az amerikai haderő számára, és látható, hogy egy gyakorlatilag nem sok pont van itt a ellenségnek, úgyhogy hát most próbálnak ezzelrel visszanyomulni ide a célre, talán ez az egyetlen olyan pont, amit megpróbálhatnak majd még megszerezni maguknak. És hát próbálkoznak is nagy erővel, de hát ez idáig még nem nagyon jött össze nekik ez a fúzió. És már hát az összes pont a mi kezünkön van, úgyhogy hamarosan talán, ha sikerül kiírtanunk őket innen a nagyjáboli köztes területekről, akkor kezdetét fogja venni a base rép. Igen. Mivel ez már egy régebbi játék, és már nem olyan sok emberke található meg benne, mint a manapság oly népszerű BF3, BF4 szériáknál, így itt sűrűben is előfordul az, hogy bézrépelik az illető úriembereket, mert hát itt már azért eléggé sok mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, mikor és hogyan, úgyhogy rutinos úriemberek vesznek részt általában a csatába. Mondjuk én most itt noobnak érzem magam, tekintve, hogy 1000 éve játszottam utoljára nagyjából Bad Company 2-t, de ahhoz képest azért még úgy nagyjából. Mondjuk ez is olyan egy kicsit, mint a biciklizés, nehéz elfelejteni. És elkezdett villogni a D. Hát mi meg megmaradtunk ezen a területen, itt a mezőkellős közepén, és innen próbáljuk tűz alatt tartani a esetleg szemünk elé kerülő ellenséges erőket. Be is szürkült a D. És hát ettől a háztól sajnos nem látok semmit az ég adta a világon, de azt hozzáteszem, hogy a Battlefield Bad Company 2 milliószor jobban rombolhatóbb, mint a Battlefield 3 és a BF4 együttvéve. Tehát Levolution-nel együtt is minden, így szét lehet lőni az ég adta a világon mindent, amit láttok. A hidakat, a házak, azok összedőlnek. Szét lehet lőni ezt a bórét is itt mellette, minden szét lehet lőni, a földet is szét lehet lőni, úgyhogy találkoztam már olyan, nem tudom, 9-15 ezer tikettel szerveren, ami ahova felmentem, és gyakorlatilag a kráter volt kráter hátán, és hát ha létezik poszt-apokaliptikusan kinéző terület, na az bizony az az volt. Ott minden le volt rombolva, amit le lehet rombolni. Mint egy jó háborúban, a szokás is, és most kaptam egy elég jó kis találatot, hogy gyorsan fedezékbe próbálok vonulni, mert hát azért igen, na, nem nagyon szeretnék megdögleni. Ilyenkor, hát mivel most mérnök vagyok, nem igazán tudok olyan sok mindent hozzátenni így a gyógyulásomhoz, azon kívül, hogy megpróbálok így
nem golyót kapni rövid időn belül, és egy idő után, hogyha kb. Egy olyan fél és egy perc eltelik, akkor magától meggyógyul az úriember. Ezt onnan fogjuk majd látni, hogy nem lesz a... ebbe a... Mi az? Nem jut eszembe a neve. Na, itt a szemünk körül nem lesznek ilyen véres elmosódások, meg ilyenek. Szóval egy kitisztul a képünk. Onnan tudjuk, hogy meggyógyultunk. Hát igen, hamarabb. Kapunk egy golyót, és akkor utána már... jó vagyok, jó volt. Na, de mint látható, egy tank még mindig próbálkozik benyomulni a cél területére. Itt ezt a dombot próbálják mindig megkerülni. Én meg kihasználom itt a bokrok nyújtotta álcázási lehetőséget, és innen próbálom tűz alatt tartani a tankot. Egy rakétát sikeresen bele is vittünk már, és megvan a újabb áldozatunk. Igen, egy double kill, és talán még azt a mediket is megpróbáltuk lelőni, de hát az nem jött össze. Az egy Spetsnaz orosz alakulatos medik volt, a piros sapkájáról ugye jellegzetesen olyan feje van, hogy na, igen. Ó, és örömmel látom, hogy 6-0-ás KD-val én vagyok az első. Jó, mondjuk ez azért nem lesz annyira hosszú öröm, már általában mindig szokott lenni, pláne ilyen BZP-ek alkalmával ilyen holt időszak, amikor kifejezetten keresni kell az ellenfeleket, hogy hát nehogy pontot szerezzünk, mert hát ilyenkor már azért mindenki úgy osonott a bokrokba, hogy csak meg ne lássák őket, meg ezért próbálnak átszivárogni a főbb frontvonalon. És mit látható, mi meg azt várjuk, hogy mikor kerül a szemünk elé valami friss hús, akit ledarálhatunk. És hát látható, hogy egyelőre itt velünk szembe senki. Távolba spotoltak egy járművet, hát vesztére pont egy tank felé oson. Hát, mit tudom én, az előbb is jó volt ott az elején, hogy azzal a tankos fickóval összehaverkodtam, úgyhogy szerintem én megint meglátogatom. Annál is inkább, mert itt most tényleg nem történt semmi az ég adta a világon. Jaj, igen, és még hozzátenném, hogy a Bad Company 2-ben baró nagy térképek vannak, és hát igen, lehet látni, hogy itt azért távolságok vannak, és nem is az embereket szoktam lőni, hanem a távoli spotokat jelölő piros háromszögeket. Mert az embert ezt nem is látom, tehát zöldszínű telepruha van rajtuk, és hát zöldszínű a háttér, és hát a kettő az így egybeolvad, úgyhogy nagyjából olyan sok esélye nincs meglátni, ha csak nem úgy face-to-face veszett találkozó valakivel, de még akkor sem biztos, mert hogyha a sniper az illető úliember, itt azért elég jó terepszínű ruhákat aggattak rájuk a készítők, és baromira nehéz őket meglátni. Gyakorlatilag úgy néz ki, ha a Google a csávó, úgy néz ki hátulra, mint egy bokor. És mint látható, megint megöltünk egy úriembert, és száguldoznak felénk a rakéták. És hát itt a bokrok közül próbálnak minket majd így kicsit úgy megbántalmazni, meg hát közeledik egy tank is felénk. És hát most kettő darab jármű is megindult a D-kotrópont irányába, vagyis pontosabban csak egy, mert a másik az kerülni próbálott a dombok tetején. Meglapulva, hát nem tudom mekkora sikerrel, én egy kicsit tűz alatt tartottam az egyik illető úriembert, akit gyanítom azóta már is halálozott. Hát ő meg már tök jó takarásban van, és itt előttünk újfent feltűnt egy tank. Istenem, emberek, ott van a porba! Előttünk egy orosz tank. Ja Istenem, és javítanom kéne, mert hát na. Amúgy hozzáteszem, hogy a javításra azért squadban nem keveset tudunk magunkévá tenni, pláne nem akkor, hogyha ilyen squad társunknak gyűjtjük így a HP-ját a járműbe, mert hát ez ilyen 90, vagy ha nagyon le van amortizálva, akkor ilyen 120 pontot kaphatunk, ugye totálisan felgyógyítjuk. Még ha lelövünk egy úriembert, akkor bizony 50 pontot kapunk érte. Na jó, hogy elsőttal még kiegészítve akkor 60-at. Úgyhogy ezzel elég jól lehet farbolgatni a scores-t. És ennek később már nagyon nagy jelentősége lesz, mert hát bizony vannak nagyon killes úriemberek is, akik így... bizony néha olyan KD-kat tudnak elérni, ami számomra egy kicsit felfoghatatlan. Hozzá is teszem, hogy ez a játékban azért ebben már ring nincs olyan védelem, mint mondjuk a... nem tudom, akármilyen másban, de mit tudom, itt azért... A Bad Company 2-ben előszeretettel feltűnnek a cheaterek. Kb. 10 szerverből... ha felmegyünk 10 különböző szerverre, legalább 3-an biztos fogunk találkozni valami cheatelős úriemberrel. Nem egyszer előfordult az például nálam, olyan Heavy Metal nevű mapon, hogy leszülettem az amerikai bézen, és a B-nek a hegy tetején található volt meg az úriember egy pisztollyal, és ilyen 302/1-es KD-ja volt emlékeim szerint, és na hát igen, oké, vannak nagy mesterlövész emberek, de azért ilyen, ez már a nonsense kategória, szóval
erre mondom, hogy bizony, aki mostanság kezd el játszani Bad Company 2-vel, az azért pár szót csalódni is fog, hogy tök jó megy a játék egészen addig, amíg fel nem keveredik valami vérpistike, és ez tökéletesen elrontja majd mindenkinek a játékát, mert elkezd cheatelni, és erre ez a fétise. Na, így mondom. Látható itt mögöttünk, hogy az ellenség, az oroszok befoglalták a D-pontot, itt 140 méterre mögöttünk. És hát a piros háromszögek mozgásából itt éve most a C felé próbálnak megnyomulni, de közben azért támadnak is minket, mert belénk csapódott egy RPG, azt hiszem egy RPG volt az, és ott egy quad próbál elhaladni mellettünk, egészen pontosan a B pont területére, és már az A is elkezdett villogni, magyarán ez azt jelentette, hogy sikerült az ellenségnek nagyjából megkerülnie minket, és szétszóródni a térkép területein. Ilyenkor mi annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk őket módszeresen levadászni, és ezáltal újra megtisztítani a térkép adott szakaszait, amit azt hiszem most sikerült is véghez vinnünk, legalábbis itt a B pont területén. Az A az továbbra is villog, úgyhogy szerintem következő állomásunk a Harvest Day nevű mapon az nem más lesz, mint az A control pont közvetlen környezete. És látható, hogy itt most itt összeomlik egy épület. Hölgyeim és uraim, kérem szépen, összeomlott egy épület a szemünk előtt. És továbbra is, attól függetlenül, hogy összedőlt a ház, vannak olyan részei, elemei, amik még tovább rombolhatók. Óriási. Hogy BF3-ban, meg 4-ben miért nem láttam ilyeneket? Vagy hát jó, vannak ilyenek, de hogy is mondjam, ez kicsit sokkal többet vártam volna. Igen. Hát most nehéz megint szavakat fűznöm, de ténylegesen én többet vártam. Jó, mondjuk majd biztos meg fogunk kapni megint valakitől, hogy hát majd még ma pedig az ott is tökre rombolható mindent, meg izé van, de... De ezeken a mapokon a föld rombolható, a fákat ki tudod dönteni, az épületek összeomlanak, és tulajdonképpen akkor már nincs is más, amit még lerombolhatnál, mert már ennyiből áll a térkép. Tehát minden, ami van, az úgy ténylegesen pusztul és amortizálódik. Még azért az újabb Battlefieldekben ez már annyira azért nem jellemző, mert ott is azért előadták, hogy hú, hát micsoda rombolható környezet meg izé, de kb. Az épületeknek az 50%-a az, ami talán esetleg képes a tényleges összedőlésre. Jó, benne van a Levolution, meg ezek a nagy szavakkal illetett dolgok, de hát nem is tudom. Nem, valahogy ez egy úgy kevésnek tűnik. Sokkal kevesebbnek a jelenleg játszott játéknál. Annak ellenére mondom ezt, hogy állítólag a következő DLC-ben, ami majd talán szeptember közepe vége fele fog megjelenni, lesz atombomba. Ezt már több magyar úriember említette nekem, aki foglalkoznak ilyen easter-egekkel, meg Jack Fragnek a videóit nézik éjjel-nappal, mert azt szokta így említeni a dolgokat, amik történik így a Battlefield 4 házatáján, és ott vannak ilyen achievement tárgyalások, hogy találtak egy olyan DLC-s achievementet, hogy éljél túl 10 atombombát. Hát ez abból a szempontból igazán izgalmas, hogy ténylegesen tele van a játék bugokkal, és azt még jelenleg a mai napig nem javították ki, annak ellenére, hogy több ígéretet is kaptunk rá, és videók is megjelentek, hogy mennyit javult a játék, netkódja, és a többi, és a többi. És erre most beraknak egy atombombát. Látványosnak biztos látványos lesz. Hogy jó lesz, azt már kevésbé merném állítani, mert hogyha eddig a jelenlegi Levolution házatáján is előfordultak ilyen kisebb-nagyobb bugok, meg hasonlóságok. Na most akkor mikre számíthatunk, ha konkrétan lesz egy atombomba, és full leamortizálódik az egész mindenség. Én ezt egy kicsit úgy kétkedve fogadom, mert marketing szempontjából biztos ez egy irdatlan jó húzás lesz, így nagyjából megint bevásárol majd mindenki DLC-ből úgy, mint az állat, mert hogy hűhat atombomba, itt szétmegy minden az éj, és akkor most megcáfolódik az, amit az előbbi 10 percben fejtettem ki, hogy a Bad Company 2-ben minden jobban rombolhatóbb, hisz Battlefield 4-ben lesz atombomba, ami kvázi szerintem el fog pusztítani mindent, vagy hogyha nem, akkor az már megint egy érdekes momentuma lesz a játékiparnak. Csak nekem abból lesznek ez egy kicsit úgy furcsa, hogyha ezt tényleg meg tudják valósítani, hogy kvázi le lesz tarolva egy pálya, az miként lesz. Ezt most el fogom ütni, és sikerült elütnöm egy úriembert, és próbáljuk meg a másikat is elgázolni.
gyorsan megfordulok itt a kis járműben, mert ott megy, és átmentem rajta, hát igen. Ebből látszódik, hogy a Bad Company 2 sem volt annak idején tökéletes, mert hát ha most visszalassítanám a felvétel, kvázi lehetett látni, hogy a mérnök úriember az már bele volt épülve a járművenbe. Ennek ellenére, ahelyett, hogy meghalt volna, ő nyugodtan le tudott tenni egy C4-et az én járművemre, és ő pusztított el engemet, ahelyett, hogy én ütöttem volna el őt. Úgyhogy ez a játék sem mentes a kellemetlenségektől, de kevésbé idegesítőbb, mint a mostani. Azért is választottam most újfent, kicsit nosztalgiászok, meg hát visszatértem a gyökereimhez. Hú, mennyi ember szalkálott, és mennyi spotoltak is, te jó Isten! Hát egy kisebb fajta holokauszt látható itt a szemünk előtt. Ez egy népítás, kérem szépen, és hát... Alakul a küzdelmünk, hát jelenleg 364 tiket van a mi javunkra, az összes kontrollpont a mi kezünkön van, és 177 tiket van már csak a orosz haderő számára. És megint itt van előttünk egy úriember, és hát annak ellenére, hogy én lőttem úgy, mint az állat, nem én öltem meg. Szomorú, kérem szépen. Itt azért még néha nem mindig jöttem rá, hogy mit miért adja be, hogy a killeket, pedig én próbálok így mondjuk úgy testre célozni, meg fejre, meg ilyenekre, de nem mindig sikerül. És mint látható, hatalmas távolságokból is képesek lőni ránk, meg hát mi is tudjuk viszonozni itt ezt a tüzet. Így kvázi ténylegesen értelmet nyer a háború. Battlefield 4-ben erre sem nagyon láttam példát, hogy konkrétan átlövik a térképet, úgy lövöldöznek egymásra az úriemberek, és így is lehet killeket elérni. Hát a BF4-ben ezt annyira nagyon nem jellemző. Tehát én próbálkoztam így messziről, baromi messziről lövöldözni, de ott valahogy azért egy negyed ennyi se adta a gép, meg nem tudom, szóval... Ez is egy érdekes momentum a játéknak, hogy ez a része valahogy ugye eltűnt, és inkább ilyen face-to-face-es harcok bontakoznak ki általában a játékba. És ott valahol bujkál egy illető úriember, aki nem pusztult meg, de nem is tudom spotolni, és menekülő úriember sem látok sem erre sem. Hát most vagy naturál öngyilkos lett az illető, vagy nem tudom. Mindenesetre azon eltűnt. És minket továbbra is tűz alatt tart valami csoda. Ja igen, itt a mesterlövészek képesek, hogy is mondjam, ilyen... nehéz tüzérséget kérni adott pontra, és hát ezt így a tankok ellen szokták általában bevetni, ha egy tank megáll egy ponton és onnan próbálja bekempelni a térképet, akkor általában tápcsővel mindig bemérik a mesterlövészek, és már is kérik rá a nehéz tüzérséget, ami eléggé sikeresen tudja elpusztítani a tanknak a HP-ját és magát a tankot és a legénységet is. És mint látható, itt vagyunk az A ponton, ami sikeresen megvédtünk, és most mennünk kéne vissza. Ó, de ott van egy piros háromszög, és közeledik. Vagy közeledett, mert hát azért szerintem olyan tűz alá vettük, hogy hamar megrettent az úriember a feladattól, de nem, még mindig ott megtalálható a szalma bogja mögött, ami azt hiszem talán szét lehet lőni, de nem vagyok benne biztos. És mint látható, embert megint nem látok, csak a kedves kollégáim spotolgatják a messzi távolba megtalálható úriembereket, és én ezekre a háromszögekre szoktam általában tüzelni, mert az esetek bizonyos százalékában találatot érek el, és most látható, hogy a C pont elkezdett villogni, úgyhogy ezek is kérem szépen a tank parancsnokomnak, hogy vegyük az irányt a C pont felé, és próbálkozzunk meg az ott található ellenséges erők elpusztításával. És látható, hogy már is a domtetőről próbáltak minket RPG-vel kicsit úgy eltántorítani ettől a nemes feladattól, és továbbra is száll felénk a rakéta, hála égnek célozni azt annyira nagyon jól nem tudnak, de nem spotolták a domtető megtalálható ellenséges erőket, na majd talán most így van, úgyhogy tűz alá is veszük őket. Ennek dacára azért még mindig próbálják a C-pontot megtartani az úriemberek, hát hiába nehezen szokták feladni. És továbbra is tartjuk magunkat, a D pontot, ha jól látom, befoglalta az ellenség, úgyhogy már csak 3 kontrollpont előnyünk van. Még 110 tiketje van az oroszoknak arra, hogy megváltsák a világot. Ez kicsit olyan, mint a mostaniság a... hogy is mondjam, a politikai szektorban, mert az oroszok is fest nyomulnak oda Ukrajnába, nem tudom, hogy miért annyira jó az a rész ott nekik, hogy ennyire nagyon meg akarják szerezni.
Sokan mondták már, hogy ilyen moly tele vagy nyersanyaggal, meg izé van, de baszki, Oroszország az egyik legnagyobb ország a világon, hanem a legnagyobb ország. Nagyobb erőforrás kincsekkel rendelkezik, mint bárki más, de Amerika, Kína, stb. Tele van nyersanyag, ott van Szibéria kiaknázatlan területei gyémántokkal, stb. És erre mit kell nekik Ukrajna? Szóval, na mindegy. Én meg nem igazán láttam meg ennek a lényegét, hogy tényleg, hogy megpróbálnak, oké, megszerzik Ukrajnát, és kb. Annyi gazdasági szankciót vernek ezért rájuk, meg izé überelik ott őket, meg állandóan megy a buziskodás, hogy hát nem hiszem, hogy az amúgy így kvázilag, hogy ez egy matematikus így kiszámolná, hogy most megszerzik azt a csomó nyersanyagot, mit tudom, Ukrajnába, ami hű, mondjuk olyan brutális nagy mennyiség biztos. Meg hát itt baszoktatják őket jobbról-balról, majd e vége. Hát szerintem lehet, hogy még mínuszba is jönnek ki, nem biztos, hogy ez így annyira megéri majd nekik, de hát, na, ők tudják. Érdekes nép az orosz, az már biztos. Bár mondjuk lehet, hogy tényleg berágtak, mert hát most belegondolunk kicsit jobban, akár mikor ilyen negatív példákat videójátékokból indulok ki, például Modern Warfare és a többi. Ilyen hasonló dolgok, Bad Company 2. Hát egy nagyon jó példa, például itt is az oroszok a világ uralomra akarnak törni, és hát az is, az ez az egyik másik ok, ami visszatértem a Bad Company 2-re, mert most ez nagyon aktuális téma. Érdekes része ez is a világ történelemnek, hogy tényleg szerintem már úgy berágtak az oroszok, hogy igen, mi vagyunk a köcsögök, igen, nagyon jó, akkor azért szétbaszunk titeket a picsába, azt akkor kapjátok be, hülyé. Na, valami ilyesmi lehet, na nem tudom, és hát ott az a mérnök még mindig próbálkozik. Hát lerakott elénk egy pár aknát nagyon cselesen, azt hittem, hogy nem fogjuk észrevenni, de hát tévedés is volt, mert észrevettük, és még mindig ott próbálkozik a szikla mögött elhelyezkedni, de ha minden igaz, a tankparancsnokom be tudott úgy lőni a szikla mögé, hogy és jöjjük ránk az RPG-t, jöjjük ránk az RPG-t, úristen, úristen, javítani kéne, és javítok is. Még 57 tiket van hátra, úgyhogy hamarosan véget ér a kis mókázásunk itt Harvest Day-en. Ez volt az első, de nem az utolsó túravezetésem a Bad Company 2-ből. Mint ahogy a Battlefield 3-ból és 4-ből is megszokhattátok, meg a Battlefield Play for Free-ből, meg a Battlefield Heroes-ból, úgy a Bad Company 2-nek is az összes pályáját idővel majd kicsit át fogjuk vesészni, meg megtekintjük majd a kisebb-nagyobb zegény zugait egy összecsapás keretein belül. Úgyhogy a következő hetek, hónapok úgy fognak eltelni, hogy a Bad Company 2-vel fogunk újra megismerkedni. Kérem szépen, már aki idáig nem tette volna meg, hát remélem tetszeni fognak nektek ezek az adások, és élvezni fogjátok magát a mérkőzéseket is. Ó, és sikerült az ére kerülnem, nem hittem volna, de sikerült, ha kitartó szerelő munka is meghozza a gyümölcsét. Ebből látszik, hogy a háború nem mindig csak az öldöklésről szól, hanem a megfelelő háttérmunkáról. És még 34 tiket van hátra, ami azt jelenti, hogy tényleg nagyon rövidesen itt lesz a világ mindenségnek a vége. A távolban még próbálkozik egy tank egy komolyabb támadást indítani a D pont felé, csak hát ezzel az a probléma, hogy ott kb. 3 gyalogos várja őt, akik gyanítom mérnökök. Velük veszi fel a kontaktot, mi itt megpróbálunk kicsit előrébb nyomulni, bár jeleztem az illető úriembernek, hogy ott van előttünk egy akna megtalálható. És általában sikerül ezeket spotolni, ó, és ott menekül az illető úriember, vesztére már akkor átdübbent, hogy hű. Hát igen, hölgyeim és uraim, kérem szépen, itt már nem nagyon hagytunk esélyt a drága gyerkőcöknek, de minden esetre az A pont az elkezdett villogni, úgyhogy lehet, hogy hamarosan el kéne oda látogatnunk. És hát bántalmazzák megint a drága jó tankos pajtásomat, úgyhogy én megint kénytelen vagyok javítani, és ezzel újabb tikettekre teszek szert, vagy hát korzra. Úgyhogy, mint látható, ezzel is eléggé tudtam növelni a kis előnyömet, és azt hiszem, lesz egy újabb változatom is, rövidesen, hogyha sikerül eltalálnom. Csak spot assist, hogy makkanjál meg. Na mindegy, talán majd most. Még 8 egész tiket van hátra, kérem szépen. És ott a messzi távolban ott van egy illető fickó, és akkor a spot assistot kaptam megint, hogy ez hatalmas, ott a bokrok közt próbál valaki ott témferegni. Még lehet, hogy meg kéne próbálnom ott lövöldözni kicsit jobban, és aj, volt egy áldozatom most még itt utoljára. Nos, hölgyeim és uraim,
Ez volt a legelső, de nem a legutolsó Bad Company 2-es túravezetésünk. Íme az eredmény 15-2-es KD, és mi lettünk az elsők. Remélem tetszett az adás mindenkinek, találkozunk egy újabb epizódba. Sziasztok!